Sziasztok! A Bad Movies legújabb émi beszámolójában Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger legújabb közös filmjéről, a Super Celláról fogok beszélni, ami egy ilyen börtönből menekülős filmbe oltott akciófilm. A Sylvester Stallone egy olyan embert játszik, akinek az a szakmája, hogy börtönökből szökik meg, azért, hogy tesztelje a biztonsági rendszerüket, és hát kap egy ilyen visszautasíthatatlan ajánlatot, hogy egy ilyen nagyon titkos, nagyon biztonságos és nagyon high-tech börtönből kell megszöknie, amit el is vállal, azonban kiderül, hogy csapda az egész, és valójában bezárják a kód, amivel meg tudna lépni, hivatalosan az nem működik, a kontaktja, akinek ott kéne lennie, az nincs ott, és senki se tudja, hogy ő valójában kicsoda, úgyhogy hát elég nagy szarba találja magát, és az Arnold Schwarzenegger által játszott másik rabnak a segítségével próbálnak megszökni, de úgy, hogy ugye nem szakmabeliként, hanem itt tényleg életre halálra megy a dolog. Nagyon jó alapötlete van a filmnek, engem többek között ezért, illetve a két főszereplő miatt természetesen érdekelt nagyon. És most, hogy láttam, igazából az első szó, ami eszembe jut erről a filmről, az az, hogy gyenge. De nagyon. Szóval objektíve nézve ez a film nagyon vérszegény. Az egész film egy olyan klisé halmaz, ami szerintem 15 évvel ezelőtt is már sablonosnak számított volna. Szóval annyira előre kiszámítható az egész, hogy bekerül a svárci, és akkor elkezdődnek a börtönbe a szökést, hogy elkezdik a börtönbe a szökést tervezni. Szóval aki már látott börtönös filmet vagy sorozatot, lásd a szökés, az rögtön az első izé után ki fogja találni, hogy ez mire fog kimenni, és hogy fognak majd megszökni. Tehát így nagyon-nagyon gyenge, mármint nem úgy önmagába, hanem hogy aki már látott egy ilyet, az rögtön tényleg, rögtön ki fogja találni az egészet, és maga a szökési jelenet is, meg ahogy próbálkoznak egyik útvonallal, másik útvonallal, persze ki kell kapcsolni az áramot, kellenek besúgók, be kell menni az elkülönítő cellákba, és nagyon-nagyon sablonos az egész. Az egyetlen, ami ezen a téren bejött, az maga a börtön. Szerintem van egy-két jó ötlet így a börtön megtervezésénél, tehát ez a, hogy ilyen körkörösen van felépítve az egész, ami elhangzik a filmbe is. Az elkülönítő cellák szerintem egész jó ötlettel lettek megoldva, és van egy-két jó húzás a filmben ezen a téren, de egyébként, mint börtönfilm, hát nem tudom, szerintem még nagyon jó szívvel is közepes. A másik borzasztó hibája a filmnek az az, hogy a forgatókönyv gyenge, mármint szövegkönyv szinten. Tehát ahhoz képest, hogy itt, tehát ha már megpróbálják ilyen régi módira venni a hangsúlyt, legalább az egysorosokkal egy kicsit bővebben bántak volna. Tehát gyakorlatilag semmi emlékezetes duma nincs, a humor teljesen vissza van fogva, és az egész szövegkönyv gyatra, gyenge, nem jó. A mellékszereplők megint csak borzasztó bénák, szóval csak hogy néhány példát említsek, 50 Cent egy informatikus agymadarat játszik. Hát, nem tudom, annyira nem pocsék, mint amennyire hangzik, de hál' Istennek nem is szerepel sokat, viszont amikor a vásznon van, akkor az süt le az arcáról, hogy így fogalma sincs, hogy mit keres itt, meg mit csinál, és legszívesebben így elhajítaná az egészet a francba, és rappelne inkább egyet. Aztán a börtön igazgatót játszó csávó annyira ilyen mafiásan, intellektuálisan próbál gonosz lenni, tehát ilyen ijesztő visszafogottsággal játszik, így nem tudom, van egy ilyen jelenet, amikor így pillangókat preparál ki, és így nagyon gonosznak akar látszani, nagyon-nagyon rossz. Aztán ott van a Vinnie Jones, aki egy ilyen pszichopata börtönőrt játszik, és igazából én bírom a Vinnie Jones-t, mert minden egyes szerepében, akármelyik szerepét nézed, mindig azt csinálja, hogy ő mérges. És ebben a filmben is a Vinnie Jones folyamatosan mérges, az nem tudjuk, hogy miért mérges, de végig az, és ezzel így el van így másfél óráig, szóval ő neki nem kell így nagyon alakítania. Egyébként jól áll neki a szerep, azt hozzá kell tenni, de hát azért ez nem egy hű, de jó alakítás. Az egyetlen jó mellékszereplő, akinek egyébként aki meglepődtem, nem tudtam, hogy szerepel a filmben, a Sam Neill, aki a börtönorvost játsza. Én nagyon bírom Sam Neill-t, és ritkán lehet őt moziban látni, ezért én mindig nagyon örülök, amikor néha elcsípem. Legutóbb azt hiszem talán a Daybreakers-ben játszott, ami már egy jó 2-3 éve volt.
Jó, hogy van, tehát én örültem neki, ő egészen vállalhatóan alakít, tehát így a körülményekhez képest kihozza a szerepéből azt, amit ki lehet hozni. Persze, hát ő is csak egy ilyen mellékszereplő. Igazából ugye akiken itt a film múlik, és akik ahhoz képest, hogy mennyire tényleg gyatra az egész film, és mennyire megvan minden esélye ennek a filmnek, hogy belekúszson a tucat középszerbe, de akik miatt ez mégse történik meg, az, hát most tessék meglepődni, a két főszereplő, Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, akik, hogy is mondjam, egyszerűen a hátukon viszik el a filmet. Szóval teljesen jó párost alkotnak, de úgy, hogy minden írott és íratlan szabály szerint ő nekik nem kéne, hogy működjenek. Tehát nem kéne, hogy jó párost alkossanak, mert a karaktereik nagyon rosszak. A párbeszédeik, amik vannak, azok annyira sablonosak, és annyira teljesen, hogy mondjam, átlagosak, és néha kifejezetten bének. Tehát az egymást, amikor egymásra kötekszenek, az így nagyon óvodás szintű néha. A helyzetek, amikbe kerülnek, az is semmi kiemelkedő nincsen, és még ők se alakítanak jól. És mégis valahogy annyira működik köztük a kémia, tehát vibrál a levegő közöttük, nagyon-nagyon jól áll nekik. Tehát valahogy annyira jók együtt a vásznon, hogy így a filmnek minden hülyeségét így azonnal elfeledtetik az emberrel, és ott zajlik a szeme előtt az embernek ez a sok marhaság, és én nekem speciál annyi esett le, hogy ez rohadt jó, mert Schwarzi és Stallone egyszerűen frenetikusan jók. Tehát gyakorlatilag életre keltik az egész filmet, csinálnak ebből a borzasztó hullámvölgyből egy ilyen baromi szórakoztató egyveleget, ami a végén valahogy összeáll. Úgyhogy nem tudom, hogy én vagyok nagyon-nagyon-nagyon elfogult, bár ezt tudom, mert én rohadtul elfogult vagyok ezzel a két színésszel, vagy csak tényleg ennyire bravúrosan jól sikerült itt most a kettejüknek a jelenléte, de igazából Stallone és Arnold egyszerűen elviszik tényleg a hátukon a filmet, és miattuk nem tudom azt mondani, hogy ez egy rossz film. Jó, azt sem mondom, hogy jó film, de igazából ők ezt a filmet kiemelik a tucat filmek, tehát az ilyen tucat B-kategóriás kisköltségvetési akciófilmekből fölemelik egyel föntebbre. Azt nem mondom, hogy A-kategóriává, de mindenképpen egy szórakoztató és élvezhető és megmosolyogtatóan jó ilyen kis popcorn mozivá. Úgyhogy igazából én így fenntartásokkal tudom ajánlani a Supercellát. Azt nem mondom, hogy ez egy jó film, de egy megnézést talán megér mindenkinek, azoknak viszont biztosan, akik szeretik ezt a két színészt, és akik hozzám hasonlóan az ő filmjeikken nőttek fel többek között, azok biztos vagyok benne, hogy találni fognak pozitív dolgokat ebben a filmben, és nem csak azt fogják látni, hogy mennyire borzasztóan béna módon van az egész összerakva, és mennyire kiszámítható. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!